Folytatódik a napi aktuális, letartóztatták az Antifa banda több tagját. Az antifasiszta csoport az elmúlt napokban 8 ember támadott meg Budapesten, véperával és kalapáccsal ütötték őket. Vendégeim Bencsik Gábor és Balogh Gábor újságírók, szervusztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Jó estét! Megdöbbentő volt látni azt a fajta összehangolt támadást, amivel rátámadtak. Ugye magyarokra, lengyelekre is, nőket is megsebesítettek. Nem igazán lehet sejteni, hogy mi az igazi indítéka, de ezt a brutalitás semmi sem magyarázza. Mi történhetett szerintetek? Miért volt ez a brutalitás járókelők ellen? Hát, hogy a brutalitás miért volt, az elkövetők pszichiáterére tartozik valószínűleg, tehát ezt épésszel nehéz felfogni, hogy miért támad meg valaki egy ismeretlent. Az, hogy miért ezeket az embereket támadták meg, ugye ez most már nagyjából úgy körvonalazódik, hogy valószínűleg a ruházatuk alapján támadták meg őket, mert úgy gondolták a ruhájuk alapján, hogy ezek szélső jobboldali gondolkodású emberek. Ugye egy részéről kiderült, hogy valóban van ilyen kötődése az áldozatoknak, egy másik részéről meg kiderült például külföldiek, és az égvilágon semmi közük nem volt hozzá. Na most ez ennek azon az alapvető tanulságon, vagy minden épesző ember által vallott alapigazságon kívül, hogy a világon senkit nem verünk meg, csak azért, mert másként gondolkodik, még akkor is, ha tényleg szélsőséges gondolatai vannak. Azon kívül azért ennek van egy olyan tanulsága is, hogy ilyen import verekedő csoportokat többek közt azért sem érdemes behozni az országba, mert azok egy csomó helyi sajátossággal nem lesznek tisztában. Ugye ők ezek főleg németek, meg talán olaszok voltak. Én el tudom képzelni, hogy mondjuk Görögországban, ahol ritkán van igazán hideg, ott mondjuk bomber jacket tényleg azt hord a görög nyárban, aki ezzel tényleg mondjuk a skinhead mozgalomhoz való tartozását igyekszik kifejezni, de Magyarországon ezt a fajta jacket, vagy például a terepszínű ruhát, azt emberek százezrei hordják, 99%-uk mindenféle ideológiai megfontolás nélkül, de lehet, hogy ők ehhez szoktak hozzá, vagy ez a képzet élt a fejükben, ezért aki így öltözködött, azt megtámadták. Én a durvaságnak is jelentőséget tulajdonítanék. Ugye a terror szó magyarra fordítva megfélemlítés, félelemkeltést jelent. Szerintem ezek az emberek azért voltak ilyen durvák, hogy megfélemlítsék, hogy az ilyen gondolatokkal általuk szélső jobboldalinak föltételezett emberek még csak ki sem merjenek jönni az utcára ezzel, tehát ne demonstrálják a gondolataikat. Ezt én teljesen egyértelműen terrorista, terrorcselekménynek tekintem, megfélemlítés volt a cél, mi más lett volna? Tehát, hogy nem teljesen véletlenszerűen választották az áldozatot, mert valóban az a föltételezés, hogy ők azt föltételezték, hogy az jobboldali, de a durvaság erről szólt. Itt vagyunk, szétverünk benneteket, ha előbb bújtok a patkánylukból. Erre nagyon durván kell, én úgy gondolom, az államnak reagálnia, mert az nem mehet, hogy itt Budapest egy kulisszája legyen ahogy valaki fogalmazott, incelnáci és balos hülye gyerekek véres szerepjátékainak. Ezt ilyet láttunk Nyugat-Európában, ezt itt Magyarországon nagyon gyorsan. Igen, miért most kerültek ezek elő? Miért nem tavaly, miért nem mondjuk a következő évben, miért most támadtak? Hiszen ugye ez a kitörés napjához kapcsolódóan jöttek ide. Itt elmondták sokszor, hogy ugye a nácik ellen harcolnak, az látszik, hogy kiképzést is kaptak sok helyen, hiszen az összeszokottság az biztos, hogy megvolt. Mi alapján támadtak, miért éppen ide Budapestre jöttek? Hát valószínűleg azért jöttek Budapestre, mert egyrészt az úgynevezett becsület napja, tehát a kitörésre való megemlékezés, az egyébként az európai radikális és szélsőjobboldal egyik kiemelkedő eseménye. Ez azért igaz. Tehát ez már csak azért is egyébként, mert ilyen rendezvényeket egyébként Nyugat-Európában általában nem engedélyeznek, amivel egyébként én nem értek egyet, mert szerintem ameddig erőszak nem történik, vagy arra való felbújtás, addig mindenki arra emlékezik, és úgy, ahogyan szeretne. Felőlem valaki megünnepelte a felszabadító szovjet hadsereget is, hogyha van hozzá ízlése, vagy ilyen a gondolkodása, ameddig ott bűncselekmény nem történik, hadd legyen. Igen ám, csak hogy ennek a antifának nevezett, valójában nem is jó ez a kifejezés, igazából ezek szélső baloldali figurák, ők viszont úgy gondolják, mint minden igazi szélsőséges, hogy aki másként gondolkodik, mint ők, annak kussolnia kell.
És ők fölháborítónak tartják, hogy engedélyeznek egy ilyen rendezvényt, és nem azt a megoldást választják, hogy jogilag harcolnak el, meg beadványokat nyújtanak be, ugye a rendőrség azért egy részét nem is engedélyezte, tehát azért volt itt mérlegelés. De ők azon is fölháborodnak rendszeresen, hogy egyáltalán engedélyeznek egy ilyen rendezvényt, és ezért Magyarországot valamiért az európai, vagy ezért részben az európai szélső jobboldal fellegvárának tartják, hát arról már nem is beszélve, hogy a nyugati fősodratú sajtóban általában hogy írnak Magyarországról. Tehát ott nem a jelenlegi rendszer valós hibáit vagy bűneit boncolgatják rengeteg írásban vagy rengeteg riportban, hanem gyakorlatilag egy ilyen fasiszta rémálomként jelenik meg Magyarország a nyugati sajtóban. Tehát egy erre fogékony, naív és szélsőséges gondolkodású fiatal tényleg elijedi, hogy élet a legnagyobb hőstettét követi el, hogy eljön ebbe a fasiszta országba. Ezeket naívnak nem nevezném azért. Attól, hogy hülye valaki, még lehet gazember. Valóban így van. Van ez a kitörésnapi becsületnap, borzasztó. Szóval jó ízlésű ember ebben nem vesz részt, és én nagyon rühelem ezt. Nem a megemlékezést arra a tragédiára, ami akkor történt. Tényleg tragédia volt. Honfitársaink is, németek is elpusztultak. Nokdácu az oroszok közül is nagyon sokan elpusztultak, mert nagyon kemény harc volt akkor. Akik arra megemlékeznek, teljesen rendjén való. Az a maskarádé, amit rendeznek, az tényleg gusztustalan, ám de igazad van, egy demokráciának el kell tudni viselnie. Az ilyet is. Hogy miért most jöttek? Hát van egy hatalmas, mélyreható ideológiai harc Európában. És Magyarországot a baloldal, aminek most itt a legszélsőségesebb figuráit láthattuk, egy kritikus pontnak tekinti. Itt van egyedül igazán kemény ellenállás a genderügyekre, a migrációval kapcsolatos ügyekre, és valószínűleg elérkezettnek látták az időt, vagy megérett az idő, hogy most akkor ők durván oda csapjanak. Azért az is furcsa, hogy Jámbor András parlamenti képviselőnek a neve is belekeveredett ebbe. Ugye... Belekeverték, én is azt hiszem, de neki ebben nincs része. Én azt gondolom, hogy ez... Itt ebben egyetértés van akkor? Én semmi bizonyítékot nem láttam erre, azon kívül, hogy Jámbor András valószínűleg a legradikálisabb baloldali tagja az országgyűlésnek, és akkor el lehet mondani róla, hogy biztos akkor ezekkel a ámokfutó szélsőbalosokkal van egy platformon, de erre semmi bizonyíték nem volt. Egyébként az ő mozgalma ki is adott egy közleményt, ami elég kemény módon elítélték ezt, sőt azt mondták, hogy ők semmi hősieset nem látnak abban, hogy valaki külföldről idejönni, örjöngeni, megverekedni, tehát azért őket elhatárolódtak. Hiányzik egyébként a többi ellenzéki pártoktól hasonló nyilatkozat. Mire gondolsz? Ugyanígy elhatárolódni, együtt érezni a sebesültekkel? Nem, hát azt mondom, hogy kikérjük magunknak, hogy hogy Magyarországon magyarokkal, külföldiekkel ilyen egyáltalán megtörténhet. Tűrhetetlen, durván vissza kell utasítani és csapni ebben az esetben. Igen, hát ugyanekkor a felháborodást keltett a pedofil pedagógiai asszisztens, ugye erről mi a véleményetek, hiszen itt egyre több... Hát, rettenetes, ez egy borzasztó ember, nem is, nincs is gusztusa az embernek komolyan foglalkozni vele, messzire távol kell tartani gyerekektől ezt az embert. Igen, de a problémát viszont nem tudjuk távol tartani. Nem tudom, volna itt a magas labda jobb oldalról nézvést, hogy na ugye ide vezet. Nem tudom, hogy ez bárhonnan vezet, bárhova, de az persze, ez azért alkalom arra, hogy elmondjuk, hogy az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket hagyják békén. Ez egy olyan fundamentális tétel, amit újra rögzíteni kell. Ami a legfontosabb ebben az, hogy a gyerekeinket hagyják békén, és nem csak az LMBTQ propagandával, mert azért alapvetően ez az eset, nem attól fölháborító, hogy ez a férfi homoszexuális és a partnere is egy fiatal fiú, hogy alapvetően egy szexuális ragadozóról van szó, aki kihasználja a pedagógiai helyzetét, azt a fajta tekintét vagy népszerűséget, amit egy jó pedagógus,
három idézőjelben jónak tűnő pedagógus, a gyerekek előtt népszerű pedagógus élvezhet. Ez ugyanolyan felháborító akkor is, ha ez egy heteroszexuális viszony. Tehát igazából ebben az az igazán döbbenetes, hogy ugye itt különféle online csoportokat hozott létre, ahol hát valószínűleg áldozatra vadászott, vagy ott valami pervez nimbuszt próbált magának építeni. Hát és igyekezett bevonni fiatal fiúkat, ugye meginvitált ezekbe a chat szobákba, ezekbe a társa csevegő szobákba, és ott elképesztő mennyiségű szennyet zúdított rájuk, illetve büszkén propagálta, büszkén hirdette azt, hogy mi a meggyőződése, és ezt teljesen rendjénvalónak tartotta. Sőt, aki esetleg mondjuk azt mondta volna rá, hogy ez nem így van, azt egészen alpári módon megtámadta, mondjuk elsősorban itt a gyerekekről beszélek. Hát ez nem mit tud tenni, bocsánat, egy gyors kérdés, mit tud tenni az iskola, mit tud tenni az igazgató és a szülők? Természetesen ez a legfőbb kérdés. Én úgy tudom, hogy én nem tudom, hogy jogszabály van erre, de hogy minden magyar iskolában a legsúlyosabban szankcionálják azt, hogyha pedagógus diákkal létesít szexuális viszonyt, és teljesen, hogy milyen neműek. Ezeket, legyünk őszinték, majdnem mindenki hallott már olyat, hogy valamelyik iskolában volt ilyen, de ezeket kivétel nélkül ki szokták rúgni ezeket a tanárokat, ha ez kiderült, tehát ott nem védik meg őket. Ugye ezt eltávolították, ezt igen, a figurát is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem, ilyen szempontból nem büntetőjogi kérdés. Én azt hiszem, nem lehet pedagógus egy ilyen ember, ne legyen. Érdekes tanulság. Ez az ember rendkívül agresszív személyiség, és úgy tűnik, illetve azt tudjuk, hogy az iskola már tudott zűrös ügyeiről, és úgy tűnik, hogy az iskola nem mert időben lépni, mert ez egy nagyon nyomulós ember, ez jött azzal, hogy őt védi a TASZ, nem védi, őt védi a PDS, nem védi, de veszélyes, és az iskola vezetőknek legyen bátorságuk az ilyeneket nagyon gyorsan kiradírozni. Kicsit megijedt én azt hiszem ennek az iskolának a vezetése, és azt hitték, hogy nem szabad ezt az embert bántani. De miért gondolod ezt? Attól féltek, hogy utána ment... Jön a TASZ, jön a PDS, jön az Európai Unió, jön a botrány, megsértik itt a személyiségi jogait, a szabadság jogait. Nem. Tehát ilyen szempontból általános érvényű a tanulság, egy iskola igazgató, egy iskola vezetés, ne féljen azonnal kirúgni azt, aki ilyenbe belecsúszik. Ezt én is egyértelműen így gondolom. Egyébként mindenhol lehet találni olyan típusú, ilyen, hát szerintem alapvetően pszichopata jellegű figurákat, akik olyan hihetetlen meggyőződéssel és meggyőző erővel tudják előadni, hogy mögöttük aztán milyen erők állnak, és ez van, aki a hatalomra hivatkozik, van, aki a jogvédőre hivatkozik. Nyilván ilyenkor föl kell szívni a magát egy iskolavezetésnek, és azt kell mondani, hogy barátom, hogyha a poklok kapuit zúdítunk rád, akkor is ki vagy rúgva, mert ilyen nincs. Bencsik Gábor, Balogh Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést, örülök, hogy itt voltatok a stúdióban. Mi is köszönjük. Köszönjük.